Nem kevesebb, mint 6 középkori református templom újult meg a közelmúltban a Szatmár-Beregi térségben. A több esetben csak nem 1000 éves, idegenforgalmi szempontból is jelentősnek mondható épületek korszerűsítésére a TOP turisztikai program adott lehetőséget, amelyre a Tiszántúli Református Egyházkerület is sikeresen pályázott. Ezen kívül települési önkormányzatok is fejlesztettek, Panyolán például a víziturizmus élénkítése céljából szereztek be új kajakokat és kenukat. Most a fejlesztés sorozat záró eseményére került sor Fehérgyarmaton. Az a cél, amelyet megfogalmaztunk, az mindenképpen azt szerette volna megvalósítani, hogy valóban olyan turisztikai fejlesztések valósuljanak meg itt a szatmári térségben is, amelyek előre mutatnak. És volt már itt örökség turisztikáról szó más településeken, volt, ahol mondjuk éppen a falusi turizmussal kapcsolatos rendezvény volt, vagy horgászturizmussal, ökoturisztikával. Itt meg most az aktív turizmus az, amely a célkeresztben van. És hát, hogyha valahol lehet aktív turizmusról beszélni, akkor úgy mondom, hogy a Szatmár-Beregi térségben lehet, és kell is, de hát tőlemettől szakavatottabban fog majd Deák Attila mondani néhány gondolatot, hiszen itt minden lehetőség adott arra, hogy akár bármilyen járműmódon, tehát akár kerékpárral, gyalogosan vagy vízi járműmódokon azért a turisztikai lehetőséget kiaknázzuk, és ráadásul olyan érintetlen környezetben is lehet találkozni. Lehet megvalósítani ezeket a turisztikai fejlesztéseket, amelyek mindenféle szempontból egyediek és különleges erővel bírnak. A Fehérgyarmati önkormányzat is fejlesztett a programban a Tivadari Szabad strand közelében lévő ifjúsági tábor épületeit és kiszolgáló egységeit újították fel. Péter Csaba polgármester kiemelte a kedvezményezett települések közötti összefogást, amelynek köszönhetően a térség adottságainak és az igényeknek megfelelő beruházások valósultak meg. Azt látjuk, hogy a Szatmár-Bereg azért kultúrájában, vallásában, a tájban is egymással hasonlít, sőt szinte ugyanaz. Tehát azt lehet mondani, hogy egy komplex, egész turisztikai fejlesztendő térséget foglal magába, és úgy gondolom, hogy mind természeti, mind kulturális, vallási emlékhelyekben fantasztikus lehetőséget ad az ide látogatók számára. A projekt záró konferenciáján elhangzott, a Szatmár-Beregi térségnek továbbra is számtalan kiaknázatlan turisztikai lehetőségei vannak, ezért további fejlesztésekre van szükség. Ez azért is lenne fontos, hogy a vendéglátói ágazatban dolgozók bevétele növekedjen, és lehetőség szerint még többen vállalkozzanak turisták fogadására.